2000-ben a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa Ibidiával jutalmazott író a Pete Pite című kötet előtt megírt már 6 filmforgatókönyvet, köztük az Egy szoknya, egy nadrág, vagy a Sose halunk meg koltai filmet. Ebben megjelennek szülővárosa, Nyíregyháza utcái, a piac, az író számára ismerős karakterek. Utalva kollégái munkásságára, úgy vélte, nagyon megosztott az olvasói ízlés. Bizony csak olvasás szociológus tudná megmondani, melyik az a 8-10 olvasói csoport, kinek milyen irodalom tetszik és miért. Az egyiknek Leiner Laura tetszik, a másiknak Nóga, a harmadiknak Csukás, a negyediknek Nemere István, tehát mindenkinek más és más ízlése van. Ezen belül persze vannak divatok, ugye, talán erre utalt, hogy van, amikor a jobban mennek a naplóregények, vagy jobban mennek a vámpír történetek, vagy az ilyen varázs történetek, mint a Harry Potter. Például én azt gondolom, az én olvasóim azok az igazi könyvimádó olvasók. Vagyis kicsit humoros, kalandos, izgalmas, érzelmes, olvasásba bevezető ifjúságirodalom, ami majd egy felnőtt olvasóban kapja meg igazán a szerepét. Nógrádi legelső olvasás élménye a 12 hónap című orosz mese volt, melynek sztoriát épp most írta bele egy novellában. Utána az öreg néne őzikéje jött. A gyerekrablás a Palánk utcában volt az első saját könyve, melyből rögtön film is született. Saját bevallása szerint arról álmodozott diákként a kettes iskolában, hogy költő lesz. Nagyon ritkán mind a mai napig kirobban belőle a líra. Megírta aztán a Galam nagymamát, megszületett az Anyuim vagyok, a pénz nem a fákon nő, az Édes Munyi Munyi és a többiek, a zseni könyvek. Az alaptételem az, amiért ide jöttem például írólvasó találkozót is tartani, hogy minden gyerek zseninek születik, legalábbis tehetségesnek, és ha sikerül megőriznie a tehetségét az iskola és a szülők, és hát a társadalom segítségével, akkor ez a tehetség később nagyon-nagyon hasznos lesz az ő számára is, meg az egész ország számára is. Ezért fontos ez a sok zseni könyv. Nógrádi Gábor Gergely fiával tovább dolgozik az újra mesélt klasszikusok sorozaton. A mai gyerekek, fiatalok kezébe olyan stílusban és olyan terjedelemben adják a nemzeti és világirodalmat, mely nem riasztja, inkább vonzza az olvasókat. Megszeretteti a könyvet, ami valamit mindig ad nekünk.